A skandináv modell az egyszerre egy politikai modell, egy gazdasági modell és egy társadalmi modell. Javaknak van egy hierarchikus rendje, amelyben az anyagi javak a legalsó szint. Egy ország akkor lesz versenyképes, akkor lesz gazdag, hogyha a társadalom tagjai tanultak és egészségesek. Hogyha egy állam a közjót akarja megvalósítani, akkor a holisztikus logikában kell gondolkozzon. Egy országnak az a feladata, hogy nem egy szűk elitet lásson el jövedelemmel, hanem hogy terítse szét az erőforrásokat. A gazdaság, amelyik az anyagi javakkal foglalkozik, az a legalsó és megalapozó szint, de ehhez ugyanúgy hozzá kell tartozzon az oktatás, a kultúra, az egészségügy, a vallásügy, tehát egy csomó immateriális szférának is a gondozása.